nem hagynak videózni. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban egy olyan könyvről lesz szó, ami még nem jelent meg, de volt szerencsém előolvasni még megjelenés előtt, ez pedig nem más, mint Szabó Krisztinától az Ezüst erdő, amit majd ide így bevágok borítóstul. Ugye Szabó Krisztinától nemrég olvastam a... nemrég, áprilisban valamikor, az Ellopott kívánságot, amit nagyon-nagyon szerettem, ezt ugye Andi ajánlására olvastam. Nagyon-nagyon jó volt, ugye ez egy ilyen Enemies to Lovers-ös keleti alapokkal rendelkező fantasy. Ginnek vannak benne, meg ilyenek, volt külön videó róla a csatornán, meg nagyon sokat beszéltem, és nagyon-nagyon szerettem. És a szerzőnek most fog december elején megjelenni az új könyve, az Ezüst erdő, ami, ez ugye kicsit ilyen Aladdin retelling-szerű, aladdinos alapokkal rendelkezik, az új könyve pedig az Ezüst erdő piroska és farkas alapokkal rendelkezik, és a szerző keresett meg azzal, hogy előolvasnám-e, és nagyon szívesen elő is olvastam ugyanis, mivel nagyon szerettem az első könyvét, kíváncsi voltam erre a másodikra is, és rekordsebességgel olvastam el, mert mostanában az, hogy én azt hiszem 2 vagy 3 nap alatt fejeztem be az Ezüst erdőt, tehát hogy ennyi idő alatt elolvassak egy könyvet, ez hónapok óta példátlan teljesítmény részemről, úgyhogy nagyon-nagyon boldog voltam, és szerintem ez egy nagyon jó indikátor annak is, hogy nagyon-nagyon tetszett nekem ez a könyv. Mint mondtam, piroska és farkas alapokkal rendelkezik, a nevekben nem biztos, hogy jó vagyok, Kaluna és Félen, igen. Meg nem biztos, hogy jól ejtem őket, szóval... A narrátorunk Kalluna, aki az Ezüst erdőben lakik, és a Grosvenor családnak így az utolsó tagja a vérvonalban, és végül is ők, az ő családjuk... Nem hagynak videózni. Szóval az ő családjuk a nemzedékek óta harcban áll a farkasokkal, akik... Nemrégiben elkezdtek nagyon durván terjeszkedni és így bekebelezni területeket, ott pedig ez a vérszomjas király van Félen, én Félennek mondtam a nevét. Szóval egy nagyon hírhett királya a farkasoknak, ők ilyen farkas alakváltók, és hát azzal fenyegetnek, hogy ezt az Ezüst erdőt is bekebelezik, ami Kalluna családjának így a mágia forrása. Nekik ilyen természetmágiájuk van, nagyon-nagyon tetszett a mágia rendszer. És hát Kallunát gyakorlatilag rákényszerítik, hogy menjen hozzá Félenhez, és ezzel meg tudja őrizni az Ezüst erdős épségét, és valamilyen szinten az integritását, meg az önállóságát, úgyhogy ebbe belemegy, tehát ez is egy Enemies to Lovers alapokkal rendelkező kötet, és nyilván ez a házasság, ez végül is elkezd majd dolgokra rávilágítani, amikről kiderülnek, hogy nem is egészen úgy vannak, ahogyan eddig azt gondoltuk. És nagyon szerettem a két főszereplő közötti dinamikát, 10/10-es, a mágia rendszere, és ahogy a mágia rendszer bele szövődött meg a két különböző mágia, ami a grosvenoroknak, meg a... Két, meg nem mondom most, mi volt a vezetékneve a farkasoknak. Utterwolfoknak, ami van. Tehát ez a két mágia rendszer, ahogy egy... Így nem lehet videózni. Na igen, szóval ez a mágia rendszer, ahogy egymásba fésülődik, ez nagyon-nagyon tetszett meg, ahogy gyakorlatilag így az egymással lévő kapcsolatuk van. Na, tehát maga a világépítés nagyon érdekes volt, főleg, hogy kicsit azt tartotta meg, hogy megvannak ezek a klasszikusabb, ilyen nem tudom, középkori-szerű emlemek, tehát ugye kastély van, meg... Vannak részek, ahol kardot használnak, meg ilyeneket, de hogy alapvetően modern világ van, tehát, hogy van telefon, meg ilyenek. Szóval ezt is így tök érdekesen így megtartott, hogy a kettőt összefűzte, hogy így látványvilágra nekem legalábbis a fejemben megvolt ez az ilyen fantazisabb látványvilág, de közben meg a modern kori dolgok is megvoltak benne. Nagyon sok ilyen titok van a könyvben, ami a cselekmény során felfedeződik, és azok amik a titkok nyitjai lettek, azokat is nagyon szerettem, meg ahogy lelepleződtek. Tehát az ilyen kötelező mélypontok, meg ezek is szerintem nagyon-nagyon szépen voltak megcsinálva, tehát így ponton nem éreztem volna azt, hogy valakinek mondjuk a viselkedése vagy idegesített volna, vagy mondjuk ez a klasszikus
azért van hiszti, hogy legyen plot point, tehát, hogy ilyenek nem voltak. A romantikus szál nagyon cuki volt. Ismételten tapsot érdemel, hogy megint egy nem kimondottan explicit, de azért egyértelműen történtek dolgokat jelenet volt, ami nagyon annyira szépen volt megírva, tehát hogy nem sokszor szoktam ilyet mondani, de szépen volt megírva, és annó, amikor olvastam az ellopott kívánságot, ebben is nagyon szerettem, ahogy így le volt írva, föl volt vezetve, hogy itt ez fog történni, tudtad elég egyértelműen, hogy itt bizony meg fog történni, aminek meg kell történnie, és aztán cut, és ugrottunk utánára, és nem kellett végig szenvedni kínos dolgokat, hanem nagyon szépen le volt írva egyértelműen, és 10/10-es, köszönöm szépen. Ha, jó, igen, nyilván, ha nem így lett volna leírva, akkor ez egy erotikus könyv lenne, de mindegy, tehát, hogy nekem csak így lehet szexjelenetet beadagolni, máshogy nem, mert máshogy nem fog átmenni a szűrőmön. Úgyhogy ez is nagyon-nagyon 10/10-es volt. Nem mondhatok spoilereket. De a lényeg, hogy nagyon szép megoldások vannak ebben a könyvben, és nagyon-nagyon tetszett. Nem tudnám megmondani egyébként, melyiket szerettem jobban, az ellopott kívánságot, vagy az ezüsterdőt, mert az ezüsterdőnek voltak részei, amik így... Szerintem mindkettőnek vannak részei, amik mondjuk úgymond jobban tetszettek idézőjelben. Ebben kicsit a konfliktus, nem a konfliktus, a mélypont, az tetszett kevésbé, de hogy nagyon sok elemet meg talán egy picit jobban szerettem, mint ebben, az mindenképp megjegyzendő, hogy ugye Kalluna is ez a tipikus badass főhősnő karaktere például, de hogy nem megy át ebbe az idegesítő szokásba, hogy már neki nem kell segítség, meg ő mindent meg tud csinálni egyedül, meg igazából ő is még ilyen félig, meddig ilyen tanuló folyamatban van, mert hát 18 éves azt hiszem a könyvben a cselekmény idején, szóval azért akkor még nem tud mindent az ember. Úgyhogy nagyon-nagyon szerettem ezt a könyvet is, és be fogom linkelni a leírásba, mert mire ez a videó kimegy, azt hiszem már előrendelhető lesz, úgyhogy le fogom linkelni a könyvképző oldalán, ahol megtaláljátok magát a könyvet. Maga a történet nekem nagyon-nagyon tetszett, és azok után, hogy mennyire szerettem az ellopott kívánságot, nem lepődtem meg, hogy az ezüsterdő is tetszett, de az biztos, hogy ezzel Szabó Krisztina nekem fölkerült a kedvenc magyar szerzőimnek a listájára. Elég erősen. És természetesen ez is egy stand-alone kötet, tehát hogy ez nem sorozat, ez se volt sorozat, ezek nem sorozatok, önálló, romantikus, ifjúsági kötetek, nagyon jók, olvassátok. És hát még egyszer nagyon szépen köszönöm Szabó Krisztinának is, illetve a könyvképző kiadónak, hogy elolvashattam előre ezt a könyvet, és olvassátok át is. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!